A Jonatán alma nagyon fogékony a lisztharmatra. Jól láthatjuk a betegség megjelenését és terjedését ezen a meccetlen idős almafán. Ima a beteg rügyekből egyből fertőzése készen lisztharmatosan bújtak ki a beteg levelek. Ezeket le kellett volna mecceni a gyertyás veszők végén a rongyos ügyeket, ahogy a népnyelv nevezte ezeket. És már ezekről bizony beindult az újabb fertőzési hullám, a másodlagos fertőzés, íme itt láthatjuk egy kis, még egészségesen kibújt levél fonákán a lisztharmat újabb telepeit, ami azt jelenti, hogy fán belül megindult a gombának a tovább terjedése. Innen már nagyon nehéz megállítani ezt a gombát, Szerencsére vannak felszívódó készítményeink, sztiromhullás után vagyunk, tehát indulhat az úgynevezett felszívódó vagy szisztemikus blokk, amiről a 11. felhívásban ö, írtunk. Ö, váltogassuk ezeket a felszívódó készítményeket, a lisztharmat esetében a kénnel, a varasodás esetében pedig a rézzel, ugyanis ezek közül jó néhány egyből a varasodásra is jó, tehát egyszerre permetezhetünk vele. Jonatán típusú, illetve például a Starking fajta körbe tartozó almákat is. Ne feledkezzünk el az egyszerű anyagokról sem. Ha egy-két permetezést ki tudunk ezekkel váltani, már megérte felhasználni őket. Még talán meg lehet fogni a fertőzés terjedését ezen az idős megfigyelésre szánt Jonathanon is kétszer-háromszor Permetezzenek felszívódókkal, váltogatva a kontakt, ö, kénnel vagy kombinálva ugyanabban a permetlé keverékben a kéntartalmú gombölőket is. Akinek tetszett ez a videó, iratkozzon fel a csatornánkra, és folyamatosan kaphatja majd ezeket a kis filmeket.